Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket! 70 esztendővel ezelőtti eseményeket elevenítünk föl mai beszélgetésünkben. 1942. április 11-én a Magyar Királyi Honvéd vezérkar főnökének parancsára és parancsával indult a keleti hadműveleti területre a Magyar Királyi II. Honvéd hadsereg. Mi volt az oka annak, hogy ennek a hadseregnek el kellett indulni? Kérdezem beszélgető partnereimtől, Szabó Péter hadtörténésztől, a Magyar Tudományos Akadémia doktorától, és Sára Sándortól, Kossuth Díjas operatőrtől, filmrendezőtől, aki ezt a témát dokumentumfilmben dolgozta föl, hiszen 25 rész ment Egykoron krónika címmel a televízióban, majd később 5 részben Pergőtűz, míg Szabó Péter hatalmas monográfiát szánt ennek a témának, és azt gondolom, hogy amit lehet tudni, erről a hadseregről azt ők ketten tudják. A Magyar Királyi Honvédség aktívabb részvétele a keleti hadszíntéren egy határozott német követelés kérés alapján történt meg. 1941-ben a Szovjetunió beli hadműveletek nem úgy alakultak, mint ahogy a német hadvezetés várta. A Barbarossa terv kudarcba fulladt, Moszkva előtt a szovjet alakulatok megállították a német hadsereget, az arcvonalat 200 kilométerrel vissza kellett vonni, és a következő évre tervezett nagyobb szabású német hadművelethez bizony kellettek az olyan hadseregek is, amelyek mondjuk jóval gyengébbek voltak, gyengébb volt a harcértékük, mint a német hadseregeké. Egy 3000 kilométeres arcvonalat kellett kitölteni, és erre a német alakulatok már kevésnek bizonyultak. Ezért kellett igénybe venni a magyar-román olasz hadseregek részvételét is. Hát a felső vezetők azok számot adtak arról, hogy egy erőteljes német nyomás történt mindez, tehát Keitel jött ide, ha jól emlékszem, és ő szorongatta itt a magyar vezetést, és jóval többet és több embert is kívántak Magyarországtól erre a frontra kivinni, mint amit végül is elértek. Tehát egy erős presszió volt ahhoz, hogy Magyarország részt vegyen ebben a háborúban. Tudta-e a magyar katonai vezetés, nevezetesen a vezérkar főnöke, vagy a hadsereg parancsnoka, a vitéz Jáni Gusztáv vezérezedes, hogy mi lesz ennek a hadseregnek a feladata? Mert ugye ez nyilván meghatározza egyrészt azt, hogy milyen létszámmal, milyen felszereléssel és hogy mennek ki. Tudták, hogy konkrétan mit várnak tőlük? Tulajdonképpen a januári tárgyalások során ez egyáltalán nem került szóba. Tehát a magyar hadsereg időben és térbeli részvétele a keleti hadszíntéren, és a feladatáról sem volt semmi. Erről, ha nem is részletesen, Jáni vezérezredes akkor szerzett tudomást, amikor a törzsével május közepén kikerült a keleti hadműveleti területre, és ott folytatott tárgyalásokat, tehát a május 16-a körül. A hadsereg fegyverzete, ruházata, felszerelése, ez egy ilyen közép-kelet-európai vagy Kárpát-medencei hadszintérhez viszonyult, ez passzolt, tehát ilyen szélsőséges időjárási körülmények között, mint ami a szovjet hadműveleti területen volt, ehhez a magyar hadsereg fegyverzete felszerelése elégtelennek bizonyult. Ott kaptak 75 mm-es páncéltörő ágyukat, igaz később és keveset, és 50 mm-es páncéltörő ágyukat is. Tehát a magyar hadseregnek a páncél elhárítása az nagyon rossz minőségű volt és elégtelen. Viszonylag azért ezekkel a páncéltörő ágyukkal fel lehetett venni a harcot a közepes szovjet harckocsikkal. Milyen létszámú ez a hadsereg a mozgósítás után, amikor elindul a frontra? A kivonuló létszám az 207 000 fő volt, és a tiszti állomány ezen belül 7 000 fő. 7 000. De ugyanebben a 207 000 főbe beletartoztak a munkaszolgátos alakulatok. A munkaszolgátos alakulatok aránya az egész hadsereg élelmezési létszámon belül ekkor 10%-ot tett ki. Ugye az ember azt gondolja ma, hogy egy ekkora létszámú hadseregnek azt mondják, hogy induljatok el, és akkor mindenki elindul. De hát egyszerre indultak ezek el? Gondolom, hogy nem, és nem is érkeznek meg rögtön a Donhoz, hanem hozzátartozik ez a szomorú történethez még az is, hogy több száz kilométert kellett gyalogolni különböző hadtesteknek, amíg a harcálláspontjukat a Donnal elérték. Ha jól emlékszem, Orel környékén rakták ki őket, vagy ott is.
és onnét bizony még hosszú és kemény gyalogmenetek következtek, és előfordult az is, hogy szinte gyalogmenetből kellett harcálláspontot elfoglalni. Igen, három szállítási lépcsőbe került ki a második hadsereg állománya a keleti hadszíntére. Először a harmadik hadtestet szállították ki, Orel-Kursz környékén rakodott ki, és onnan tulajdonképpen harcolva jutott el a Donhoz. A úgynevezett Timi áttörés során ez a hadtest elég nagy veszteséget szenvedett. A következő lépcsőben a negyedik hadtestet szállították ki. Őket Kijevhez közel rakták ki, Resica és Kalinkovicsi városok területén, és onnan bizony 1500 km hosszú gyalogmenettel jutottak ki a Donhoz. Nézzünk előre az időbe, és 1942. júliusa, augusztusa. Azt hiszem ez az az időszak, amit a hadtörténetírás talán a hitfőcsaták időszakának tekint. Mit is takartak, vagy mit jelentett ez a hitfőcsata? Hát a szemben álló szovjet csapatok a magyar arcvonal bizonyos részein, főleg ahol a Don egy kanyarulatot írt le, ott hitfőket építettek ki. Ilyen volt az Uriv-Sztorozsebojai hitfő, ilyen volt a Sucsei hitfő, egyedül a Korotoljak nál nem volt egy ilyen helyzet, mert ott nem a Don kanyarulatánál, hanem a Korotoljak városánál igyekeztek kiépíteni egy hitfőt. Akkoriban még Korotoljak városnak tekinthető volt. Igen, ugye kedves nézőink, ez azért lényeges, mert ez azt jelenti, hogy a Donnak, ha úgy nézzük, a nyugati partján vannak szovjet csapatok, igen, amelyek majd egy későbbi támadás során ugye nagy jelentőséget adhatnak a támadó félnek, biztosíthatják az átkelés, de Csára Sándor bólintott, tehát most nem mint a hadtörténész, hanem nyilván az emlékeket idéző, mert azt hiszem ez a filmjében is nagyon sokszor, igen, előjön ez a három település név. Igen, és itt valóban komoly csaták voltak, sőt véres csaták voltak, és többek között elmondják, hogy feladatul kapták a magyar egységek ezeknek a visszafoglalását, akkor, amikor ezt a legjobban felszerelt német egységek se tudták visszafoglalni, tehát a magyarok se tudták, tehát nagy vérveszteségek történtek mind a három esetben, úgyhogy ez egészen az áttörésig, tehát a téli háború kezdetéig megmaradtak ezek a szovjet hitfő csaták. Van egy olyan legenda, én így fogalmaznék, vagy pedig egy tévhit, hogy ezt a hadsereget ugye a magyar politikai és a katonai vezetés magára hagyta, odadobta, és odabább. Lehet, hogy a kint harcoló katona így látta, de ugye azt hiszem szeptember az az időszak, vagy talán szeptember és október, amikor több magasrangú előjáró szemléli meg a hadsereget. Kint van a honvéd vezérkar főnöke, majd a honvédelmi miniszter vitéz lófő Nagybaconi Nagy Vilmos, és aztán, ha jól tudom, a gyalogsági felügyelő Hennyei Gusztáv is kint. Most nem emlékszem a sorrendre, hogy miként voltak kint, tehát ők, hogy mondani szokták, tájékozódtak és megnézték, hogy mi a helyzet. Igen, ez így történt, és hát Jáni is egyre kétségbeesettebb nyilatkozatokat vagy jelentéseket küld, tehát szerette volna, hogy a hadsereget jobban felszerelik, hogyha megérkeznek, lassan belefutunk a télbe, a téli ruházat, tehát ezt állandóan szóvá tették, de ígéretnél többet nem igen kaptak. A hitfőcsaták során azért elég nagy fegyverzet és felszerelési veszteségeket szenvedett a magyar honvédség, és ezeket valahogyan pótolni kellett. És volt miből? Viszont a magyar hadvezetés egy ütőképes hadsereget kívánt a hátországba kialakítani, megtartani, és csak minimális fegyverzet és felszerelési kiegészítésekre volt képes. A személyi állományt igyekezett volna fokozatosan felváltani. Igen, hiszen volt hát, egy ígéret. Így történetett meg aztán, hogy éppen a felváltás kapcsán, hogy a felváltókat fegyver nélkül küldték be az arcvonalba, hogy majd megkapják azokat a fegyvereket, puskákat, amelyeket a harcolók használnak. Tehát így mentek oda, fegyver nélkül, ebbe jött a támadás, a végén már a tisztek se tudták, hogy most kidobta el a fegyverét vajon, vagy kinek egyszerűen nem jutott fegyver, mert a másiknál volt. Igen, mintha lett volna a korabeli parancsok között, vagy a korabeli dokumentumokban olyan, hogy
elhangzott, ugye, hogy akiknél nincs fegyver, tehát a fegyverteneket hátraviszik, és egyesek azt mondják, hogy ez olyan hatást váltott ki, hogy akinek fegyvere volt, az is megvárt tőle, mert akkor hátra tud menni. Ez azt hiszem, hogy katonai szempontból egy hibás lépés, vagy az a döntés pontosabban, hogy amikor kiderül, hogy ott támadnak, nem állítják le a felváltást. De ugye ennek azt hiszem van egy alapja, amiről keveset szoktunk beszélni, nevezetesen az, hogy Adolf Hitler 1942. decemberében valahol karácsony környékén levelet írt az államfőnek Horthy Miklósnak, amiben a leghatározottabb és az utolsó emberig való kitartásra kéri a magyar államfőt, mármint hogy a második hadsereg addig tartson ki a Donnál. Ez a hitleri döntés utasítás úgy csapódott le a második hadseregnél, hogy Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke 42. december 27-én készült parancsába, erre utasította a második hadsereget, hogy az állásait tartaniuk kell, nincs előre, nincs hátra, csak előre, és mindezt a kormányzó úr rendelte el. Hát ezt tartotta be Ján is, és erre hivatkozott. Ján is folyamatosan ostromolta a felettes német parancsnokságot, hogy ha már a második hadsereg kint maradt az arcvonalba, próbálják megerősíteni fegyverzettel, felszereléssel és egy német csapat erősítéssel is. És amikor a sztalingrádi hadműveletek után már a 8. olasz hadsereg arcvonala is érintett volt ezektől a támadásoktól, akkor már sürgetően kérte Jáni a második hadsereg arcvonala mögé egy komolyabb tartalékerő. Igen, csak ugye a keleti hadműveleti területen, de máshol is ekkor már szinte minden döntés csak Hitler hozott meg, majd hogy nem zászlóhely szintig. Tulajdonképpen az OKH, vagyis a német szárazföldi haderő főparancsnokság döntött, és Hitler döntött. Tehát minden egyes... Hát akkor csak imádkozni lehetett, amit szegény Jáni meg is tett. Azt hiszem, Jáni is, és azok a katonák is, azt hiszem, Sándor, akikkel te hosszú interjúkat készítettél. Ők hogy emlékeztek ezekre a januári napokra? Hát az áttörés, az mindenki katasztrófaként élte meg. Ugye? És ugyan számítottak rá, vagy volt, aki számított rá, mert hallottak hangokat, dübörgéseket, tehát hogy ott valami készül, azt meg az egyszerű katona is érezte, meg az úgy benne lehetett a levegőbe. De amikor aztán az oroszok megindultak, hát akkora erővel, valaki, az egyik katona például azt mondta, mintha valaki látott szőlőkarokot sűrűn egymás mellett. Hát így jöttek az emberek, és nem lehetett ellenállni. Milyen volt vajon az arány a támadók és a védők aránya? Mert ha most belegondolok, hogy 200 kilométeres arcvonalat véd a második hadsereg, mint egy 200 ezer fővel, és a szervezési elveket nézzük, akkor igazán 60-70 ezer főnél az első vonalakban nem lehet nagyon sokkal több a harcos alakulatoknál, nem? A Voronyezsi front a erőinek javarészét az áttörési helyekre koncentrálta. Tehát mind Uribnál, mind Sucsinál ez az arány körülbelül úgy nézett ki, hogy 3,5-1, ez az emberbe. A támadók javára, a ugye? A támadók javára, és 7-10-1 szintén a támadók javára, ami a tüzérséget illeti. 42. decemberében azok a német alakulatok, amelyek ott voltak a hídfőcsaták alatt, már elkerültek erről az arcvonalról, és ez is gyengítette a második hadsereg erejét. Egy gránátos ezred maradt ott a Uribi hídfőnél. Amíg a csapatok az állásaikat tudták tartani, amihez görcsösen ragaszkodtak, mivel hátsó védelmi állások, reteszállások nem készültek el, addig a helytállásuk elég jelentős volt. Kiemelném a két tüzérezrednek a tisztikarát és legénységét. Az egyik a Kassai 23. tüzérezred, lent délen már egész közel az olasz arcvonalhoz, a másik pedig a Tolnai tüzérezred, az pedig a Csúcsai hídfőnél volt. Ez a két tüzérezred lényegében megsemmisült. Nagyon sokáig helytállt, nagyon sok szovjet harckocsit kilőtek ezek a tábori tüzérütegek, és nem csak a legénység, hanem a tisztikar is ugyanolyan súlyos veszteséget szenvedett. Itt lehetett olvasni memoárokban, meg korabeli feljegyzésekben olyasmit, hogy amikor már az ütegeket, a figyelőállást a szovjet harckocsik körülvették, az ott tartózkodók saját magukra kérték a tüzet. Nyilván
abszolút pontosan nem tudjuk, de mégis itt a téli harcok folyamán, ha most 43-ra utalok, mennyi volt a vesztesége a hadseregnek, és itt hozzá kell tenni ezt a csúnya kifejezést, a véres vesztesége, ami ugye a sebesülttől az elesettig, a fogságba kerültig, az eltűntig gyakorlatilag mindenkit magába foglal, de esetleg, ha tudjuk részletezni, mert ugye készültek ilyen felmérések a hadsereg részéről. Két olyan dokumentum van, ami alapján nagyon jól rekonstruálható a második hadsereg vesztesége. Az egyik Szombathelyi Ferenc vezérezredes honvéd vezérkar főnöke, a legfelsőbb honvédelmi tanács 42. október 5-én elhangzott beszéde alapján lehet ezt az adatot megtudni. A október 1-ig a második hadsereg vesztesége 30 ezer fő volt, abból 1000 volt a tisztek vesztesége. Ebben mindenben van, tehát az elesett, eltűnt, sebesült, hadifogságba esett. A másik forrás pedig 43. május 21-én készült, Kovács Gyula vezérőrnagy írta alá, aki a második hadsereg vezérkari főnöke volt. Itt pedig a második hadsereg január 1-től április 6-áig bekövetkezett veszteségét részletezi. Itt ezen elolvashatjuk, hogy tehát maradandó veszteség, a hősi halottak száma az 42 ezer fő. 28 ezeren tértek haza sebesülten, kórházvonatokkal szállították haza őket, és a hadifogságba esettek száma pedig a moszkvai rádió híradása alapján 26 ezer fő volt. Így ha az egész hadsereg veszteségét állapítjuk meg az egyéves frontszolgálata alatt, akkor az elesettek száma az körülbelül 50 ezer fő lehet, körülbelül ugyanennyi a sebesültek száma, és a hadifogságba esettek számára pedig 27-28 ezer fő lehet. Tehát ez olyan 128 ezer. 130. Fejbe összeadtam közben, de 130 fejlő. És azt figyelembe kell venni, hogy nem 200 ezer emberrel kell számolni a második hadsereget. Szóval a felváltások illetőleg miatt legalább 250-260 ezeren fordulnak. Igen. Meg, ugye? Tehát 250 ezer körülbelül. Kedves nézőink, én azt gondolom, hogy ez a 250 ezer fős haderő, vagy bocsánat, hadsereg, illetve mindazok, akik eltűntek, elestek, hadifogságba feszítették az életüket, vagy egy életre olyan sebesülést szereztek, ami meghatározta a későbbi sorsukat, megérdemli, hogy megemlékezzünk róla, és ez a megemlékezés róluk is szólt. Sára Sándorral, aki a filmművész eszközeivel örökítette meg először Magyarországon ennek a tragikusnak nevezett hadseregnek a sorsát, és Szabó Péter hadtörténésszel, aki nagy monográfiát írt ennek a hadseregnek a történetéről, és azért szerettem volna azt, hogy számok is elhangozzanak, és némi képet kapjunk azokról a katonákról, akik ott harcoltak, hogy ne legendák és ne legendás, én így fogalmaznék, félrevezető vagy téves állítások kerüljenek be a köztudatba, és a lelkünkbe, ha máshol nem, gyújtsunk meg egy-egy mécsest az emlékükre, hiszen valamennyien magyarok voltak, lett légyenek ők munkaszolgálatosok, egyszerű katonák, tartalékos tisztek vagy hivatásosok, valamennyien hazáért áldozták az életüket. Lehet, hogy a cél helytelen volt, lehet, hogy helyes volt, ezt az utókor mindig másként látja, de aki ott volt a Dompartján, és elképesztő hidegben kitartott, és úgy érezte, hogy az életével szolgálja a hazáját, arról ne feledkezzünk meg. Köszönöm, hogy ehhez Sára Sándor és Szabó Péter hozzájárult a gondolataikkal. Köszönöm önöknek, hogy megnéztek bennünket, meghallgattak bennünket. A viszontlátásra!